mezőhegyesi szántóföldi gépbemutatón a forgatás nélküli talajművelő gépeket is bemutatták. Ebben a gépsorban a ti eszközötök is benne volt. Miért tartottátok fontosnak, hogy részt vegyetek ebben a bemutatóban? Azért tartottuk fontosnak, mert a Lemken az EKE-ről híres, az EKE az ikonikus terméke a Lemkennek, azonban olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a forgatás nélküli talajműveléshez is tudunk szerszámokat, eszközöket kínálni a gazdálkodók részére, és az itt bemutatott nehéz tárcsa tökéletesen illeszkedik ebbe a talajművelési rendszerbe. Milyen munkát végez ez a gép? Ez a gép kimondottan az alapművelés szerszámai közé tartozik. Az itt látott körülmények közé tökéletesen illeszkedően egy nagy tömegű szármaradvány vagy trágya, szerves trágya bedolgozására fejlesztette ki a Lemken a Rubin 12-es gépcsaládot. Ez az idén az különösen aktuális egy ilyen gép használata, hiszen óriási mennyiségben képződik szerves anyag ebben az esztendőben. Itt is azt láttuk, hogy egy elég nagy termés és szármaradvány egymenetben történő bedolgozását teszi lehetővé a Rubin 12-es, alacsony üzemanyag felhasználás és nagy terület teljesítmény mellett. Ugye ezek a talajművelő eszközök elsősorban a talaj víz megőrző képességében játszanak szerepet. Fontosnak tartjuk a klímaváltozáshoz igazodó talajművelést, és a Rubin 12-es ilyen szempontból a maximális követelményeknek megfelel, hiszen egy nagyon komoly, nagy tömegű lezáróhenger található a tárcsa végén, amely garantálja azt, hogy egy sík talajfelszínt hagy maga mögött a tárcsa, illetve lezárja a pórusokat, és ezáltal a kipárógást megakadályozza a gép. A Lemken elsősorban az EKE-ről volt híres mindig is, és még most is nagyon sokan ezzel kötik össze. Kint a hannoveri kiállításon már láthattunk egy világújdonságot, amit most itt Mezőhegyesen mutattok be. Ez is egy nagyszerű EKE. Miben új ez? A másik büszkeségünk a Diamant 16-os EKE család, amely most mutatkozott be a magyar közönség előtt. 4000 darab legyártott Diamant 11-es EKE után úgy döntött a Lemken, hogy megújítja a Diamant kategóriát. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy több olyan opció beépítésre került az EKE-be, amely a gazdaságos üzemeltetést, a még nagyobb terület teljesítményt garantálja azoknak, akik ilyen EKE-t választanak. Ezek közé tartozik az új OptiLine vonóerő beállító rendszer, amely teljesen egyedi a félig függesztett EKE kategóriában. Ez egyébként egy DLG ezüstérmet is nyert ez a fejlesztése a Lemkennek, de természetesen továbbfejlesztésre került az OptiTrack súlyát helyező rendszer, ami szintén egyedi megoldása a Lemkennek, illetve egy teljesen új hidraulikus mélységállítású kereket kapott a Diamant 16-os EKE család. Ezek az újdonságok azért fontosak számunkra is, és azt gondolom, hogy a gazdálkodók számára is, hiszen látjuk azt, hogy mindenki egyre nagyobb erőgépekkel dolgozik, egyre nagyobb munkaeszközöket húz, és a nagy erőgép nyilván nagyobb terhelést, igénybevételt jelent a munkaeszközeink számára. A Diamant is jelen esetben erősített csapágyazással kerül leszállításra, ami garantálja azt, ami a Lemken védjegye, hogy magas minőségű, hosszú élettartamú gépeket szállítunk a gazdáknak. Van ezen az EKE-n még egy olyan újdonság, amit még nem láthattunk. A Lemken a tárcsás csorosziát is továbbfejlesztette, hiszen korábban a gazdálkodónak erről el kellett dönteni, hogy előhántó melletti vagy előhántó előtti tárcsás csorosziával kívánta használni az EKE-jét. Most az új rendszeren bármikor fokozatmentesen állítható a tárcsás csorosszia karjának a hossza, amely az adott körülményekhez még jobban passzoló beállítást tesz lehetővé a gazdálkodóknak. Most itt a bemutatón nem láthattunk ilyet, de ti ajánljátok a szántás elmunkálót a termelőknek? Természetesen erre is van háromféle megoldásunk, mindenkinek a saját területi adottságai az illő legjobb megoldást tudjuk nyújtani. A szántás elmunkálókat azért ajánljuk, mert gyakorlatilag egy menetben a szántással le lehet zárni a szántás felületét, és ezáltal a kipárolgást csökkentjük.